mehetek bejjebb. Otthon vagyunk, ez az iránul színász próbaterme. Itt a feleségem, Zsófia. Ez egy családi bábszínház. Ez itt a próbatermünk. A Pulcinella szerelmes című előadásunk egy próbáját fogjátok látni. Én fogok bábozni. Én pedig a muzsikáért vagyok felelős. Roberta! Jaj, papa, hol vagy? Hát itt vagyok. Jó, maradj ott! Mit mondasz, kislányom? Ez egy Commedia dell'arte kesztyűs bábjáték, ami arról szól, hogy a főhős, maga Pulcinella szerelmes lesz egyszer és utoljára életében. 1999-ben találkoztam úgy konkrétan a bábokkal, hogy mozgattam őket és játszottam velük, de gyerekkorom óta kapcsolatban vagyok velük. Én 10 éve bábozom. A bábozásra nincsen recept szerintem. Van, akinek szerintem szüksége van a tanulásra, van, akinek ösztönből jön, van, akinek pedig kettő vegyül. Körülbelül olyan évente olyan 100-120 előadást játszunk. Itt vannak a bábjaink. Ebben a szekrényben 20 darab báb van. Kedvenc bábotok van? Nem szabad ilyet csinálni, nincsen kedvenc bábunk. Mert van, csak nem szabad elmondani, mert akkor a többiek irigykedni fognak a másikra, és nem fognak úgy együttműködni. Ez egy életforma, vagy ez élet. Nekünk ez az életünk. Mi ezzel keressük a kenyerünket, munkánk egyben a szórakozásunk, és ezzel szeretnénk életünk végén foglalkozni, és... Történt egy kis baleset. A pantalóne bábomnak lejött a füle. Még szerencsé, hogy itt van Szilárd barátom, aki készítette a bábot, és aki maga bábtervező és készítő, ezért le tudok menni hozzá, és orvosolni tudja ezt. Szia, Péter! Történt egy kis baleset. Megsérült pantalóne füle. Meg tudnád javítani? Ugyan már semmi sem, persze. A 80-as évek végén jártam a Prágai Színművészeti Egyetemre. Ott tanultam bábtervező és technológia szakon. Péterrel viszont egy bő 10 éve találkoztam, azóta is barátok vagyunk, sőt, most már szomszédok is. Nagyjából olyan 110-120 előadás tervezése van mögöttem. Akiknek többet dolgozok, azoknak megvan fából az ujja. Ez azért fontos, hogy a második új percig érjen bele az ujjuk csak a fejbe, ezért még le tudják így hajtani a bábot, és közben pedig biztonságosan ül a fej az ujjukon. Na, barátom, kész van. Kész. Parancsolj. Köszönöm szépen.